Több mint egy tucat merényletet tervezett a hamarosan kezdődő franciaországi futball Európa bajnokság alatt. Az a szélső jobboldali francia férfi, akit Ukrajnában fogtak el még május végén. Ezt állítják az ukrán hatóságok. Állítólag egy mecsetet, zsinagógát, adóhivatalt, hidakat és vasutakat akart felrobbantani Franciaországban. 125 kg robbanószer, rakétavetők és kalasnyikovok is voltak nála. Itt még gyanútlanul pakolázta fegyvereit valahol ukrán területen ez a 25 éves francia állampolgár. A rakományt később egy furgonba rakta be. Nem jutott azonban messzire. Az ukrán biztonsági szolgálatok rövid úton lefülelték. Igaz, már december óta megfigyelés alatt tartották. Ekkor lett gyanús, hogy segélyszállítás címén Kelet-Ukrajnába ment, ahol fegyvereket vásárolt lázadó csoportoktól. Végül az ukrán-lengyel határon fogták el. Hivatalos közlések szerint társai segítségével Franciaországban tervezett merényleteket elkövetni a futball Európa bajnokság előtt és alatt. A támadások célpontjai, ami egyébként furcsán hangzik, de dokumentumokkal támasztható alá, muszlim mecset, zsinagóga, adóhivatal, autópálya ellenőrző pontok. Összesen 15 terrortámadást tervezett, mondta az ukrán biztonsági szolgálat vezetője. A szélsőjobboldali férfi állítólag elégedetlen a francia kormány intézkedéseivel, a tömeges bevándorlással, az iszlám és a globalizáció terjedésével, ezért akart támadásokat elkövetni. Szándékai komolyak lehettek, erre utal, hogy 5 kalasnyikovot, 2 rakétavetőt, 125 kg TNT-t, 100 detonátort és hatalmas mennyiségű lőszert is beszerzett. Kijev nem zárta ki, hogy az orosz titkosszolgálatok keze is benne van az ügyben. Kiszivárgott hírek szerint a francia rendőrség kétkedve fogadta az ukrán hatóságok bejelentését a készülő merényletekről. François Hollande elnök azonban a hétvégén arról beszélt, hogy a stadionokat 90 ezer biztonsági ember felügyeli majd a pénteken kezdődő Európa-bajnokság idején.